Ma 1848. március 15-ére a szabadságharc dicső napjaira emlékezünk. Rövid szó, mindössze 4 betű, de talán nincs más szó, amely mögött annyi emlék, annyi érzés, és annyi tett húzódnék meg. Azt mondom, haza, s látom a falut, ahol születtem. Azt mondod, haza, s látod a térképet, a folyók, a tavak jégét, a völgyek és síkságok zöldjék. Azt mondod, haza, és képzeletünkben megelevenednek a történelem könyv lapjai, és mesélni kezd a múlt. Te csillag, te a népek hajnal csillaga, megvírad, fölébred a föld, fut a hajnaltad a vad éjszaka. Piros arccal jött-e hajnal, piros arccal vad sugára, komor fényt vet a világra. E pirulás, vér, harag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében. Mi is történt? A Pilvax kávéházban lelkes fiatalok nagy tetszéssel hallgatták meg Jókaitól a proklamációt, Petőfitől a nemzeti dalt. A szakadó esőben körbejárták az egyetemi ifjúságot, az orvosokat, jogászokat. Lefoglalták a Landerer nyomdát, és kinyomtatták a nemzeti dalt és a 12 pontot, amelyben a magyar nép követeléseit foglalták össze. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Bok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, holtak, szolgaföldben nem nyughatnak. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál akar, jobban égesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjai udomborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Petőfi Sándor naplójából tudhatjuk meg a következőket. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházára mentek, hogy a 12 pontot magukénak hallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem ajtaja megnyílt,
és megtelt néppel először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alantáló sokaságnak az ablakból lemutatott. Óriási kitörése a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden arcon e kiáltás. Fegyvert, fegyvert, Budára, Budára, a helytartó tanácshoz. Nyittassuk meg Táncsics börtönét, Budára. Az osztrákok nem fogadták el a követeléseinket, ezért megkezdődött a szabadságharc. A győzelem elérése érdekében sok-sok magyar elindult, beállt huszárnak Kossuth Lajos kérésére. Yeah.
magyarnak, ó magyar. Ez éltető, s a elbukár, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Rét, rét, segesvári, fekhez jöjjelen bárki. Csönd, csönd, segesvári, szememre fogsz te szállni. Szó, szó, segesvári, szabad a vesztest számni. Szél, szél, segesvári, ki fog majd megtalálni? Nap, nap, segesvári, otthon tudnak-e várni? Éj, éj, segesvári, csillagot fogják látni. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Tegnap történt olyan régen, ott aludsznak éber mélyen segesvári csatatéren. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába solvadozzanak egy átok súlyala. Még jönni kell, még jönni fog egy jókor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán.